Sziasztok, Frici vagyok. Gyertek velem egy UFO nyomába. Mai alkalommal erről a képről lesz szó. Ez egy régi kép. Már régen volt eszembe, hogy ezt meg kéne beszélnünk, vagy hát megörökítenem és közzétenni. Cseke Ferenc készítette a képet Lentiben 2009-ben. Ő engedélyével használom most fel. Ismertük egymást, mert egy polgárőr napon voltam Lentiben, és ő ott fotózott, és onnan ismerjük egymást, és még talán az IVIV volt akkor, legalábbis a Facebook hajnalán volt ez nagyon, vagy előtte, nem tudom. És én ugye zalaegerszegi fotóklub tag voltam már akkor, szerintem érdekelt a fotózás, komolyabban is foglalkoztam vele, vagy úgy rendszeresen, szóval gyakorlott fotós voltam elvileg jobban. És ő feltette ezt a képet, azt hiszem valami olyasmi kérdése, hogy vajon mi lehet, mert az épület fölött fotózás után vette észre, hogy ott világított valami, és olyan, mintha ott repülne az épület fölött egy objektum, tehát, hogy UFO lehet, vagy mi ez. Valami ez volt a kérdés. És akkor én néztem, ugye, nyitott vagyok mindenre, de még nem láttam UFO-t, tudomásom szerint, és mindenre van épelsző magyarázat. Ugye az ember, amit nem ismer, akkor tulajdonképpen ilyennek, hogy biztos UFO volt, mert nem tudjuk, hogy mi az. Ugye, aki csillagászatban is mozog kicsit, az tudja, hogy éjszaka, ha megy valami fényes pont az égen folyamatosan, akkor az műhold, ha villog, akkor repülő. Hogyha gyorsan felvillan és eltűnik, az pedig meteor. Ezek az alap dolgok. Na szóval, megnéztem a képet, és kérdeztem tőle, hogy vakuzott-e, és mondta, hogy úgy emlékszik, hogy nem. Én ugye megnéztem, eredeti méretre mutatom a részletet, és itt látszik a gyerekek szemén, ez egyértelmű a vakuzásnak a jele, hogy úgymond világít a szemük. Képnézegetőmben van itt az I betű, amiben itt van alul az EXIF adatok, ez olyan, mint egy eredetiség bizonyítvány egy fényképnek. És azt megnézzük, akkor itt írja a fényképezőgép típusát, a dátumot, 2009. 7. hó 11. este 9 óra 4 perckor készült a kép, hogyha jó volt beállítva. Záridő, rekesz, és akkor itt van a kérdéses sor, flash, az a vaku, és itt van angolul ugye, hogy vaku működött, automata módban volt. Tehát nem csak, hogy be volt kapcsolva, hanem el is sült a vaku, itt ez azt jelenti, ez a flash fired. Ugye ebből akkor már kiderült, hogy a vaku működött. Én már ugye itt egyből gondoltam elsőre, hogy a vaku elé került valami porszemcse vagy szemét, ami ott szállt, pihe, köze volt hozzá, és azon tükröződött vissza. Csak ugye így, a képen úgy tűnik, mint a tényleg az épület fölött lenne, ugye csalóka. Na, szóval, eredeti nézetben nézzük a képet, így már közelről azért nagyba, én így már sejthető volt, hogy valami rovar. Hát legalábbis ugye nem tudjuk meg soha, de ránézésre az. És akkor van itt olyan, hogy kép negatív készítés, így sokkal jobban látszik, még egy kicsit ránagyítok. Hát én egyértelműsítem, hogy valami bogár vagy, akár méhecske lehetett vastag lábával. És ami ugye közel volt az objektívhez, azért csillant vissza ennyire a vaku rajta, csak ugye úgy tűnik, tehát látszólag volt a ház fölött. Szóval szerintem ez a megoldás, hogy ez egy rovar volt. Aztán persze sosem lehet tudni, hogy mikor mit lát az ember, amikor nem tudja megtapogatni, csak így utólag megnézni. De maradhatunk annyiba szerintem, hogy ez egy rovar volt. Ja, és bocsánat, azt nem mondtam, aki nem ismerte volna fel, Karda Beáta fellépés volt. Szóval a lényeg, legyünk nyitottak, minden lehetséges megoldást meg kell vizsgálni ilyenkor. Attól függetlenül azért, ha valaki kicsit felnéz éjszaka az égboltra, egy nyugodt, csendes, sötét helyen, és látja a csillagok milliárdját, nehéz elképzelni, hogy csak mi létezünk. Ha érdekesnek találtad, lájkold, esetleg meg is oszthatod a csatornámat, vagy egy-egy videót olyan ismerősöddel, akiről úgy gondolod, hogy érdekli, elég színes a tartalom, úgy érzem. Kérdésedben, kommentben tedd fel bátran, de e-mailben is elérsz az alább látható e-mail címen. Sziasztok!